Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egy év alatt a második legnépszerűbb párt lett Romániában, nagyon hangos és mindenhol jelen van. Legalábbis nagyon sokan így jellemzik az AUR-t, illetve azt a jelenséget, amelyet kialakított itt Romániában az elmúlt időszakban. Erről lesz szó ma este itt a 24 pluszban, azaz, hogy hogyan lehet idejutni, és mi várható még ebből a politikai jelenségből. De még ezek előtt egy nagyon fontos témáról is beszélünk ma este itt, hiszen azt látjuk, hogy ha bár sokat beszélünk a koronavírus járványhelyzetről, mégsem tudunk mindent. Elkezdődött Romániában is az 5 és 11 éves gyermekek korcsoportjában is az oltási, védőoltási lehetőségeknek a tárháza, illetve mindeközben az 5. hullám csúcsán van Románia, hogy merre tartunk és mi lehet a vége ennek a helyzetnek. Ezt próbáljuk meg ma este is kideríteni itt a 24 pluszban, de azt is, hogy hogyan lehetséges az, hogy még mi az 5. hullám csúcsán vagyunk, egyes országok már az eddig úgymond védőkorlátozó intézkedések eltörléséről döntenek és döntöttek. Szóval tartsanak velem a következő 27 percben. Első témánkhoz vendégem az interneten keresztül csatlakozik hozzánk, dr. Vas Levente egészségügyi államtitkárt köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán az egyik legfontosabb aktualitással, és pedig a gyermekek védőoltása itt a nagy kérdés. Ugye van már arra lehetőség, hogy Romániában is az 5 és 11 év közötti gyermekeknek is kérjük a koronavírus elleni védőoltást. Orvosként is, és hát szakpolitikusként is kérdezem Öntől, hogy miért kérjük a gyermekeinknek ezt a védőoltást? Azért, mert a gyerekek is megbetegedhetnek, sőt, ha az ő megbetegedésüknél akár hónapokig tartó, köhögős, nehéz légzés, fáradós tünetegyüttes maradhat vissza, és ennek a megelőzéséért, ennek a tünetegyüttesnek a csökkentéséért jó, hogyha ezek a gyerekek védőoltás révén is immunitást szereznek, majd esetleg fertőződhetnek is akár, ugye, és akkor egy könnyebb megbetegedési formán átesve további immunerősítést nyernek. Rendkívül fontos, hogy az első... Sok szülő úgy van ezzel a védőoltással, hogy talán magának kérte ezt a védőoltást, de a gyermeke kapcsán elgondolkozik százszor is akár, hogy nem-e lehetnek olyan mellékhatásai, amit ugye nem tudunk egyelőre, nem látunk, hiszen nagyon rövid idő alatt sikerült ezeket a védőoltásokat igazából előállítani, és úgymond használatra bocsájtani. Szóval nagyon nagy rizikók lehetnek benne, és ettől félnek a szülők. Mit üzen ilyen gondolatmenetek kapcsán a szülőknek? Hát azt szeretném mondani, hogy akik nem oltatták be magukat, mert ilyen félelmeik voltak, azok a gyerekeiket ne oltsák be, mert valószínű, hogy ok nélkül magyaráznánk nekik, hogy a gyerekek védelme legalább annyira fontos, mint a felnőtt embereknek a védelme. És ez az 5-11 éves gyerekekre is érvényes. Az az igazság, hogy egy picit elfáradtunk abba, hogy orvosokként, politikusokként, akár a nyugat-európai példát is, amit ön a felvezetőben elmondott, bemutatva többszörösen is, megpróbáljuk győzni a meggyőzhetetlen polgártársainkat arról, hogy ez a helyes út orvosilag, egészségügyileg és közegészségügyileg. Azonban azoknak a szülőknek, akik magukat beoltatták, akik vették ezt a bátorságot, ezt a fáradtságot, azoknak azt tudom mondani, hogy egy kicsit tétovázzanak, gondolják jól meg, de a végén nyugodtan rászánhatják magukat, hogy a nagy gyerekeik mellé az 5-11 éves gyerekeket is beoltassák. És azt látjuk a mutatókból, hogy országos szinten a 12-19 éves gyerek osztály, korcsoport bátrabb, és a székelyföldi megyéinknek az átoltottsági arányát országos szinten meghaladják, és az első két napnak az eredménye az 5-11 éves gyerekeknél is azt mutatja, hogy az első nap az első oltásokból több mint 11% az kisgyerek volt, és már 3500-nyi gyerek van beprogramálva a következő napokban 5-11 éves gyerek oltásra. Rendkívül fontos, hogy lehet programálás révén is, és akár direkt az ezt igénylő családorvosokhoz, akik gyereket is oltanak, ugye igénylik, hogy ők gyereket is oltassanak, vagy pedig a speciális gyerekoltóközpontokba direkt is lehet jelentkezni ennek az oltásnak a beadatására.
Nagyon fontos, hogy szabad mozgást is biztosít, és ha azt látjuk, hogy a kanyaró, a mumps és más gyermekkori betegségek ellen ugye nagyon sokan bemerjük adatni ezeket az oltóanyagokat, akkor ha bár csak 1,5 év telt el, ugye, ahogy ön is mondja, ennek az oltásnak a próba és a gyakorlati használata óta, de olyan nagy számba oltakoztak világszerte, hogy simán és nyugodtan orvos szakmai mondhatjuk, hogy ismerjük ennek az oltóanyagnak a különböző kisebb, nagyobb komplikációit, mellékhatásait, és a gyerekek is nyugodt szívvel beolthatóak. Államtitkár úr, azt látjuk, hogy Románia az 5. hullám, hát közel a csúcsán van. A mai esetszámokat nézve 31.683 pozitív covidos megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi miniszter azt mondja, hogy igen, nő az esetszám, és nőni fog, de nem kell pánikolni. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet? A román egészségügy jelen pillanatban hogyan birkózik meg ezzel a helyzettel? Hát én azt kell mondjam, hogy az Omikron variáns az megmentette a román egészségügyi minisztériumot és a román egészségügyi minisztert. Hál' Istennek, hogy nagyon ragályos, de nem annyira súlyos betegséget okoz ez a fertőzés, hiszen rosszabbul állunk felkészülés szempontjából, mint az úszere és miniszterasszony augusztus végi felkészültségi állapota az egészségügyi minisztériumban. Hál' Istennek azonban ugye nagyon alacsony a súlyosan megbetegedőknek a száma, és ez annak is köszönhető, hogy a lakosság több mint 50%-a beoltatta magát, és én ezúton is meg szeretném köszönni ezeknek az embereknek a felelős hozzáállást. Nagyon fontos ugye, hogy ebben a hullámban már nem kell azon gondolkodni, hogy elég lesz-e a kórházi ágyak száma. Egy picit ahhoz kezd hasonlítani ez a koronavírus omikronos variánsa, mint egy jó becsületes hűlési szezon. Emlékezzenek vissza, hogy van olyan emlékünk, amikor abban az évben, mintha egy kicsit súlyosabb lett volna az a hűlési járvány. Egy picit, mintha többet kellett volna otthon ülni gyógyulás szempontjából, mintha a családból, a barátaink közül többet érintett volna az az év. Eddig is volt koronavírusos influenzás fertőzés, a koronavírus járvány megjelenése előtt. Körülbelül 15%-át az őszi-tavaszi járványoknak koronavírus fajta okozta. Most megyünk egy picit ilyen irányba, megyünk vissza ebbe az irányba, és ez az, amiért az egészségügyi miniszter megengedheti magának, hogy sokszor ellentmondásos nyilatkozatokat tegyen, amiket nekünk utána az önök segítségével is kénytelen, keretlen ki kell javítsunk egyik napról a másikra, mindaddig, amíg a miniszter úr vissza nem tér, és nem javítja például a február 1-től kötelező harmadik oltást is, már annél ugye nem lehetne bemenni az üzletbe, mondta az első körbe pénteken, aztán hétfőn, amitán már mi is kijavítottuk, meg jeleztük, hogy ez így nem jó, akkor módosította a véleményét, hogy most már csak a külföldre való utazásnál kérik a harmadik oltást. És hogyha már említette külföldöt, akkor még egy kérdést engedjen meg a koronavírus kapcsán. Azt láthatjuk, hogy ugye például Anglia, Franciaország és hát Dánia is bejelentette. Dánia egy olyan napon, ahol előző nap 45 ezer fertőzöttet mértek, bejelentették azt, hogy február elejétől mindenfajta óvintézkedést, úgymond korlátozó intézkedést eltörülnek. Mikor juthatunk mi ide, és minek köszönhető az, hogy egyes országok ezt bevállalják? Én mindig azt mondtam, és orvosként is, politikusként is eléggé kiegyező fajta vagyok, és engedékeny, megbocsájtó a gyerekeimmel is, és én azt tudom mondani, hogy meg kell bocsájtanunk azoknak a polgártársainknak itt Romániában, akik nem oltatták be magukat, hogy még körülbelül egy hónapig, kettőig, háromig, a nyár elejéig Románia nem engedhet meg magának ilyen engedményt, mint amit a dánok megengedtek, a portugálok meg fognak engedni maguknak, hiszen ott 95%-os az átoltottsági arány. De nagyon fontos, hogy a társadalomban békét teremtsünk, és ezért mi 1-2-3 hónap múlva majd a nyár elejére véleményem szerint legkésőbb, de ugye Romániában élünk, és bármi gyorsan megváltozhat. Remélem, hogy elérünk oda, hogy mi is ugyanezt az intézkedést meghozhassuk. Én nagyon szeretném oktatási, gazdasági szempontokat is figyelembe véve, és egy picit, ha megengedik, bátran azt mondom, hogy
adja Isten, hogy senki ne halljon meg, adja Isten, hogy súlyosan senki ne betegedjen meg, de jó lenne, ha az Omikron elérne a legutolsó székely falunak a legutolsó házához is, és egy ilyen gyengén fertőző, kevésbé súlyos betegséget okozó fertőzés révén immunitást szerezzen a legutolsó székely is, aki nem akarta beoltatni magát. Így legyen. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy itt volt velünk és válaszolt kérdéseinkre. Én is köszönöm. És a gyorsan változó világunkat mi sem szemlélteti jobban, mint az, hogy az AUR egy év alatt hogyan nőtte ki magát. Egy rövid bejátszásban mutatom következő témánkat. A Románok Egyesüléséért Szövetség a második legnépszerűbb politikai alakulat Romániában, derül ki az INSZKOP január 10-e és 18-a között végzett közvélemény kutatásából. A szélsőséges párt esetében 2021. októberre óta a szavazási szándék 18%-ról 20,6%-ra emelkedett. Ezzel az AUR megelőzte a Nemzeti Liberális Pártot, melynek támogatottsága 18,9%-ról 16,6%-ra csökkent. A Szociáldemokrata Párt továbbra is a legnépszerűbb romániai politikai alakulat, ám november végi kormányra lépése óta vesztett népszerűségéből. Támogatottsága október óta 36,6%-ról 34,3%-ra csökkent. Ellenkező folyamat figyelhető meg a Mentsétek meg Romániát szövetség esetében. A ma már ellenzéki pártként működő Úszéré népszerűsége 12,2%-ról 12,5%-ra emelkedett. Az INSZKOP 2022. január 11-e és 18-a között végezte a közvéleménykutatást, az adatokat telefonos interjúk révén gyűjtötték. A minta mérete 1162 fő volt, hibahatár 2,9%. Stúdió vendéggel folytatjuk a beszélgetést, Szász Attila újságíró kollégát köszöntöm itt a 24 Plus stúdiójában. Jó estét, szervusz! Jó estét, szia! Ugye itt a pártok rangsorát is összeállítottuk ebbe a bejátszásba. Azt látjuk, hogy az AUR az elmúlt egy évben talán az egyedüli párt, aki folyamatosan növekedett. És itt voltak mozgások a szociáldemokraták, a PNL és az USZERE irányából is, de a folyamatos növekedés csak az AUR hozta. Mi az a kulcsa ennek a növekedésnek? Mit látsz te ebben? Szerintem több kulcsa van, de az egyik magyarázata, hogy ebben az egy évben egy napot sem kormányzott például az AUR. De ennél bonyolultabb az oka. Tehát nyilván ehhez hozzájárult az a koalíciós válság, tehát volt egy politikai válság még ugye a liberális sok és az USZERE koalíció idején, azután volt egy átmeneti időszak, amikor ugye gyakorlatilag nem volt kormány a Romániának. Ezt nagyon jól kihasználták? Azt igen, mondani, igen, hogy... közben volt egy járvány, amit szintén nagyon jól tematizáltak ők, mármint nyilván oltás ellenesen nyilvánultak meg, és a politikai pártok meg az egész román intézményrendszer ezt hagyta. Tehát gyakorlatilag ők voltak, akik ezen a pályán egyedül futottak, és egy elég nagy népszerűségnek örvendtek. Tudjuk jól, hogy milyen az oltáshoz való viszonyulása a román lakosságnak. Erre jött ugye egy társadalmi elégedetlenség, a drágulások, a gazdasági helyzet, ami mind gyakorlatilag az AUR malmára hajtotta a vizet. Itt több elemzést is végigolvasva, azt vélik sokan kiolvasni az AUR népszerűségéből, hogy ő volt az egyedüli román párt az elmúlt egy évben, kicsivel több mint egy évben, aki a nép mellé állt, és hogy ezt a nép igazából érezte, hogy az egyedüli, aki az ők hangjukon szólal meg. Ekkora a gond a román politikában? Kérdezhetem ezt így is. Elég nagy a gond a román politikában. Ezt a nép mellé állt, ez különösen az oltás kampánnyal ugye rezonál, tehát az oltás kérdésben gyakorlatilag az AUR képviselte a többséget, ugye a parlamentben egyébként egy kisebbségben levő párt, az, amelyik egyértelműen a 60%-os oltás elleneseket képviselte, és ezt nagyon agresszíven, nagyon látványosan terjesztette ezt az igét, és mondom, ez gyakorlatilag a politikai osztálynak a gyengeségét is igazolja, és az egész román intézményrendszerét, hogy ezt tehetetlenül nézték. Gyakorlatilag nem volt idejük, ugye az másfél-két év alatt olyan törvényeket elfogadni, és olyan intézkedésekkel fogalmasítani, amelyek az ilyen típusú megnyilvánulásokat korlátozzák. Kimondtál egy kulcs szót, tehetetlenül, igen, azt láttuk, számtalan
furcsa megnyilvánulások kapcsán az EU részéről, hogy nem történik semmi, nincs ennek semmi következménye, sem jogi, sem politikai értelemben. Miért? Hogyan? Ilyen ez a román állam. Ezt tolerálja egyébként. Igen, tehát erre még volt példa, tehát ha visszaemlékezünk, ugye Vadim Tudor idejére a Nagy-Románia párt, akkor volt egy ilyen párt a parlamentben, sőt volt, amikor két ilyen párt volt a parlamentben, a Pionier és a Nagy-Románia párt. Ezek eltűntek, nem azt jelenti, hogy megszűntek a szélsőségesek Romániában, vagy eltűntek volna, vagy mindenki ugye demokratává vált volna, hanem ezek az erők beszivárogtak a különböző úgymond mainstream politikai pártokba, amelyeket ugye demokratikusabbaknak tartunk. A legutóbbi választásokkor megint tömbösültek, érdekes lenne tanulmányozni azt, hogy milyen okok révén alakulnak ki ezek a pártok, és hogy jelenik meg tulajdonképpen az EU szinte semmiből, de erről beszéltünk a választások után, és hogy azóta milyen pályát fut be. Most a kérdés, hogy a választásokig mi lesz ezzel a növekedéssel. Tehát, hogyha a járvány is véget ér, hogyha valamilyen módon a kormányzat is sikerül olyan döntéseket hozni, amelyek ugye a társadalmi elégedetlenséget valahogy tompítják, ez gyakorlatilag még változhat a választásokig. Tehát gyakorlatilag vannak törvényeink, elnézést arra vonatkozóan, hogy szélsőséges megnyilvánulásokat úgymond büntessünk, de valahogy ezeknek a megmozdulásoknak ugye a parlament elleni támadás, vagy behatolás, nem is tudom, hogy nevezzük, mert nem mondhatjuk azt teljesen, hogy támadás, megpróbáltak bejutni mégsem, vagy most a legutóbbi a temesvári polgármesteri hivatal városházára történő hát, csapatos bevonulás, vagy a Kolozsvári rádióhoz. Tehát, hogy nem látjuk ezeknek a jogi következményeit, azaz, hogy lépéseket tesznek, jogilag legalább megpróbálnak fellépni ellenük. És hogy nyilván ez kérdéseket vet fel a lakosságban, hogy ez akkor így rendben van, nem? Igen, tehát az ismétlem, tehát szintén tehetetlenségről van szó, de a legnagyobb tehetetlenség az oltás ellenességben nyilvánult meg az állam részéről, mert gyakorlatilag nem fogadott el olyan törvényt, ami ezt tiltaná, sőt büntetni. Tehát ha a parlament időben elfogadja és kötelezővé teszi az oltást és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, akkor gyakorlatilag mindaz, amit Sasák, aki ugye nem áuros, de Áuros, és George Simonis társai műveltek, az gyakorlatilag törvényen kívül lett volna, de így nyilván. De az a román politikum, aki nem fogadta el ugyan a román oltás törvényt kötelező jellegét, viszont kiállt úgymond egyfajta zöld igazolvány mellett, ezzel egy időben megengedte, hogy az EU olyan tömeges tüntetéseket és felvonulásokat szervezzen az oltás ellen, azaz nem tett ellene semmit. Egyszerűen magyarázott, tehát minden párt úgy gondolta, mindenki végzett ugye időközben felméréseket saját körben, hogy az ő választói között is nagyon sok az oltás ellenes, és hogy akkor nem megyek szembe a választói akarattal. Tehát gyakorlatilag ez a magyarázata. Igen, tehát minden pártban megvannak azok a politikusok is, akik egyébként oltásellenesek voltak, és gyakorlatilag ez lehetetlenítette el ezt a törvényt Romániában. Még mielőtt belemegyünk abba, hogy mi lehet ebből, még meddig nőhet és miért, itt a legutóbbi akciójukról kérdeznék. Ugye egy fekete listát indítottak a káros, általuk így nevezett káros médiaorgánumokról, ahova meghívtak úgymond az online felületükön minden aktivistát véleményezni ezt a média fekete listát, és ez azért, hogyha belegondolunk, számos veszéllyel jár, de mi lehet ennek a következménye? Egyáltalán hogyan engedheti meg magának egy párt, hogy nyilvánosan ilyen jellegű listákat állítson össze? Ez szélsőséges párt részéről ez nem újdonság, tehát ha kicsit visszapörgetjük az időt, Trumpnak is voltak ilyen húzásai, tehát amerikai államelnökről beszélünk, ugye, aki kitiltott akkreditált újságírókat a Fehérházból, kitiltott médiaintézményeket, tehát gyakorlatilag nem újdonság, és ott, ahol a populizmus,
az autoriter rendszerek iránti vágy ilyen erős, ott ezek a jelenségek simán előfordulhatnak. És Romániában az ellenszer az nyilván a szolidaritás lenne, szolidaritás mind a politikum, tehát a demokratikus erők szolidaritás, akik nagyon határozottan fellépnének és elítélnék, és következményekkel járó törvényeket hoznánk, hogy ez ugye egy demokráciában nem járható út. Egyébként a sajtó dolga pont az, hogy kritizál, és rámutat a hibákra, legyen az politikusoké vagy pártoké. Másrészt a szolidaritás a sajtóban. Tehát, a sajtó részéről láttunk már egyfajta szolidaritást. Szerintem elég halvány ez a szolidaritás, de van ok reményre. Úgy néz ki, hogy igen, tehát a sajtónak a ha jól tudom, a szakmai, vagy szintén a fősodrású sajtó jó része azért tisztában van az Aurnak ennek ezzel a lépésével. És ugye mindez az ők elmondásuk szerint abból indult, hogy szélső jobboldali pártnak titulálták az Aurt, és hogy ők ezt a címkét nem fogadják el. Na de a nemzetközi sajtó már rég szélső jobboldali pártként beszél az Aurról. Miért baj az, hogyha ezt kimondjuk? Szerintem nem baj, ez őket zavarja, de az nem azt jelenti, hogy ettől nem kell kimondani. Igen, egy párt, amelyik a gyűlöletre épít, egy párt, amelyik ellenségképeket gyárt, ismerős a recept, tehát ne bújjunk az ujjunk mögé. Láttunk már ilyet, Európa szerte sokat, tehát mindig kell egy ellenségkép, mindig kell valaki, akit gyűlölünk. A gyűlölet egyébként egy nagyon jó ürügy, egy nagyon jó magyarázat a saját nyomorúságunkra, a saját problémáinkra, sokkal könnyebb másokban keresni a hibát, másokra mutogatni, és ami meglepő, az utóbbi időben fórumokat nézegetve, olvasva, áuros híreket egyébként, ugye Szimiont leöntötték valahol tintával, meg ilyen hírek alatt, rengeteg a magyar Aur szimpatizáns. Tehát most nem tudom, hogy ezzel felmérésből hogyan mérhető, hogy abban a 20%-ban mennyi a magyar, de meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan romániai magyar van, aki helyesli az Aurnak ezt a szókimondását, melyik úgy értékelik, hogy milyen bátrak nevén nevezik a dolgokat, milyen bátrak milyen szembe mennek az oltással, meg a kötelező intézkedésekkel, és nyilván ez sok emberben szimpátiát vált ki irántuk. Erről mindenképp beszélnünk kell, és nem lesz rá elég időnk, de azért belemegyek. Kicsit úgy tűnik nekem, az elmúlt egy évet nézve, mintha a magyar politikum úgy tenne, mintha nem létezne az Aur, azaz nem beszélünk róla. Lehet annak tudatában, hogy ha nem beszélünk róla, nem adunk nekik igazából nagyobb publicitást, akkor nem borzolja a kedélyeket. Ez egy jó megoldás, tudatos megoldás szerinted, vagy csak egyszerűen így alakult? Kampányidőben, meg valószínűleg amikor politikai tétje van, akkor előkerülne ez a veszély is, ugye, ami egy reális veszély egyébként, hogy az Aur térhódítása, de nem hiszem, hogy ez például kizárólag a magyarok számára jelentene problémát. Az Aur térhódítása egy össztársadalmi probléma, tehát a románok számára pont olyan veszélyes, mint a romániai magyarok számára. Lehet a magyarok számára egy kicsit veszélyesebb, de egyébként tehát mindenkinek a problémája kellene legyen, és itt lenne szükség a politikai osztály, az Auron kívüli politikai osztálynak a nagyon határozott fellépésére, akkor, amikor holokauszt tagadó, akkor, amikor relativizálja, bagatelizálja ezeket a dolgokat, akkor, amikor gyűlöletet szít, tehát ezeket mind el kellene ítélni, és nyilván a parlamentben pedig nem szabadna ezeknek helyet engedni az ilyen megnyilvánulásoknak, hogy például behatolunk a parlamentben, mert hát ugye láttuk a Kapitoliumban is behatoltak, de annak azért van következménye. De hogy itt mondod, hogy igen, nem csak a magyar társadalom problémája, hanem ugyanúgy a román társadalom problémája is lehet ez hosszú távon, de hogy a magyar társadalomban igen, a közösségi oldalakon láthatunk egyfajta megnyilvánulást, szimpátia szempontjából, magyarok is vannak ott, de hogy a többiek, akik hallgatnak, azok vajon félve nézik az Aurt, felmérjük ennek a rizikóját? Vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy hát egyelőre túl kicsik és hangosak, és úgysem ugrálhatnak sokáig? Tehát nem kicsik és nem hangosak. Az állampolgár az annyit tehet, hogy elmegy szavazni 4 évente, és úgy próbálja befolyásolni ezt a ugye politikai képviseletet. És
Itt a lényeg az, hogy 4 év múlva úgy szavazzanak, hogy a na, hova juthatunk 4 év múlva? Azaz 3 év múlva. 3 év múlva igazából. Hát én bízom benne, hogy nem lesz 20%-on az EU-ra 3 év múlva a választásokon. Te az optimista ez... vagy, aki azt mondja, igen, hogy nem lesz 25%-on, és nem lesz nagy koalíció, igen, lehetősége már, de, a PSZD-vel. Igen, tehát legalábbis ezt szeretném, vagy ebben bízom. De ne felejtsük, hogy 2000-ben már volt olyan választás Romániában, amikor Iliescu és Vadim Tudor között kellett választani, mert azt jelenti, hogy Vadim ugye bejutott a második fordulóba, és nyilván Iliescu nagy fölénnyel győzött, de nem lenne jó visszatérni ugye 23-24 évet a történelemben, és nem tanulva belőle semmit. Bár minden azt igazolja, hogy nem tanulunk. Tehát, na de igen, hogy lehet ezt megállítani? Tehát, hogy 3 év múlva... ne ez a forgatókönyv érvényesüljön, hanem az az optimistább látásmód, amiben te is reménykedsz. Mit kell tenni a román politikumnak? A demokráciát érvényesíteni, és nem a populizmust, tehát sokkal bátrabban kellene politizálni, nem úgy, hogy félszemmel a közelmi kutatásokat nézzük akkor, amikor döntéseket hozunk, tehát merjenek népszerűtlen, de indokolt döntéseket hozni a teljes lakosság érdekében, és nem kell hagyni szabadon az ilyen álmokfutókat, politikai álmokfutókat, tehát ezeket rögtön, hanem egyéb politikai állásfoglalásokban elítélni. Ma például volt egy politikai állásfoglalás a kormányfő részéről, az EU-r legutolsó sajtószabadságot megcsonkítani próbáló intézkedése kapcsán. Ezek kezdő lépések-e fele? Kezdő lépés, de ebben a kérdésben meg kellene szóljon az államfő, meg kellene szólaljon minden politikai párt, rengeteg civil szervezet, a média, tehát mondom, itt egy szolidaritásra van szükség a úgymond demokratikus erők részéről. Bátorság, így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma este. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és hát remélem, hogy ma is sikerült átláthatóan és érthetően beszélni témáinkról. Holnap is várjuk önöket itt a 24 pluszban. Azaz nem holnap, hétfőn elnézésüket kérem az ismételt hibáért. Hétfőn Farkas István várja önöket. Szép estét!